Ha sokáig nézel egy rózsát, és mindegy, hogy férfi vagy, vagy nő, előbb-utóbb belevizualizálsz egy vaginát. Nem véletlen ez. Van erre magyarázat? Mindez azért történhet, mert a rózsa jótékonyan hat a női libidóra. Gátlásokat old, stresszt old, illetve a fejfájást is megszünteti. A migrénes fejfájást csillapítja. Na, hogy vörös rózsacsokrot szoktak vinni a férfiak a nőnek, ha hódítani akarnak. Hallottam olyanról is, hogy a rózsában lévő anyagok, amiről nem tudom, hogy micsodák, minden esetre segítenek a máj védelmében. Hát higgyük el, de azért májvédőnek én inkább mást használnék. Előző videóimban már úgyis olyan sokat beszéltem róla, úgyhogy nem említem, viszont azt igen, hogy a rózsával való foglalatosság, a rózsával való egyáltalán az érintkezés, a látvány nagyon sokat segít valóban a stressz űzésében, illetve az idegek lenyugtatásában. Van valami nagyon fontos dolog, amit még soha nem hallottam, hogy a rózsa összeköti a tudatot és a szívet, tehát mint egy híd, vagy mint egy összekötő rész funkcionál, hogyha ha másért nem, akkor már ezért érdemes vele. De egyébként finom a rózsa. Rózsaszörp az egy csodálatosan finom ital, ugyanúgy készül, mint bármelyik más virágforrázatú szörp, tehát a lobogó forró vízzel leöntjük a rózsát, literenként egy csapottevő kanál citromsavval összekeverjük, és hagyjuk állni, ha este készítjük mondjuk reggelig, ha reggel készítjük délutánig. Utána leszűrjük, és ízlés szerint becukrozva fölforraljuk, forrón üvegekbe töltjük. Jó, oké, nem kell feltétlen becukrozni, lehet édesíteni más édesítőszerekkel is. A lényeg, hogy forrón üvegekbe töltjük, vagy száraz dunszba, vagy fejjel lefelé fordítva az üvegeket hagyjuk kihűlni, és a következő koktélt készíthetjük. Jégkocka, rózsaszírom, rózsaszörp, citrom, narancskaréka, feltölteni valamilyen vízzel, egy-két papírszívhoz száll hozzá, és már is lehet koktélozni. A másik a rózsalekvár, ami kétféleképpen készülhet. Tehát vagy leforrázzuk a rózsaszirmokat, és amikor már színt adott, akkor beízesítve elkezdjük, az ízesítés az édesítést jelent, elkezdjük főzni, és az utolsó 5 percben adjuk hozzá a cukorral vagy édesítőszerrel elkevert pektint, ez egy kicsit megsűríti, és ebből lesz a rózsalekvár helyett ilyen rózsazselé, egy ilyen zselés áttetsző anyag, ami kalácsony iszonyat jól mutat, és lehet vele villantani vendégeket várva, vagy vendégeket fogadva. A másik pedig, hogy főzzük 20 perc, 30 percig a rózsaszirmokat, és amikor már úgyis látszik az állagán, hogy ez már elég, akkor a botmixerrel rámegyünk, azután jön az ízesítés, átkavarjuk, ezt nem kell pektinnel sűríteni, mert hiszen maga a rózsaszírom, illetve hát esetemben a cukor sűrít, ezt is forró üvegekbe töltjük, és akkor vagy száraz dunsz, vagy lefejjel lefelé fordítva kihűtjük az üveget, és süteménybe is, kalácsra is, díszítésnek is. Én fánkhoz is szoktam, mégpedig a rózsafánkhoz. Fú, rózsafánk, rózsalekvárral, rózsaszörppel leöblítve, isteni. Használtál már a konyhádban kandírozott rózsát? Megmutatom, hogyan készül.
plusz egy információ pedig a következő. Most csodálatos a citromfüves pihenőhelyem, ugye a trágyahordó létra, és odaraktam egy kis párnát, odaültem, és itt vettem föl a videót. Kedves hölgyek, kedves férfiak, kedves nézőm, ha nem lenne elég hatékony a rózsa, akkor segítsél rá egy kis citromfűvel, ezt pedig nézd meg a citromfűves videómban, hogy milyen hatásai vannak. És ha már oda is kattintasz, iratkozzál föl. Szia!